akadémistáink a hétvégi forduló előtt már a pénteki napon pályára léptek. Tehetséges játékosainkkal, Opavszki Balázssal és Ordai Dominikkal a keretben az U17-es EB elitköre miatt szombaton pihenő a program ezen korosztály számára. A bajnoki szünetben sem állnak le a mérkőzések, első körben a mai napon 16 órától U17-es játékosaink, U16-os labdarúgóink ellen játszottak a felkészülési mérkőzést a pályázában, melyet természetesen a Vasas Kubala Akadémia új szakmai igazgatója Rob Mász is figyelemmel kísérte. U19-es korosztályunk számára ezen a héten ismét egy hazai mérkőzés következik, a csapat a Honvéd együttesét fogadja a Fáy utcában, szombaton 10 órában. Gabola Ferenc vezetőedző játékosa, a múlt heti Illés Akadémia elleni győztes gól szerzője, Kis Balázs szerint biztos remek találkozó előtt nézünk majd, és a kilátogató nézők sem fognak csalódni a látottakban, hiszen előzőleg minden alkalommal érzetes és szoros meccseket játszottunk egymás ellen, ugyanis akadémistánk szerint mindkét csapat felvállalja a támadókat. Mérkőzést követően 12 és 14 órától U15-ös és U14-es csapataink lépnek pályára, a Fáy utcában Szeged lesz mindkét korosztályunk ellenfele. Just run.